az például kihagyta a számításból, hogy az önök által favorizált Pest ügyvéd évek óta nem fizeti a bérleti díjat, és ezért kellett az eljárás megindítani. Nagy kérdés, hogy önök vajon miért tekintettek el attól, hogy valaki úgy bérli az állami földet, hogy nem fizet utána bérleti díjat? Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem Kovács Zoltánt, hogy rendes felszólalásra jelentkezett, igen, megadom a szót Kovács Zoltán képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak, hogy ebben a házban földügyekben kinek milyen erkölcsi alapja van hozzászólni, erről lehetne vitatkozni, és ez valóban nem Font Sándor javaslata, de hogy Gőgös Zoltánnak nem az egyszer biztos. Állít itt egy kabai példa után egy pápai példa is. Az első Orbán kormányt megelőzően a Gőgös Zoltán, mint állami gazdasági dolgozó és még jó néhány vezető, ingyenes földjuttatásként maguknak kiosztották az állami földeket, amit aztán a helyi önkormányzatnak, amikor a városrendezési tervek elkészültek és utat kellett vezetni, ki kellett sajátítani. Amit egyébként többek között képviselő úr és jó néhány 32 társa, köztük a Vaszari TSZ elnök és még sorolhatnám, megtámadtak a bíróság előtt, mert kevestelték a kisajátítási árat. Képviselőtársaim, Kovács Zoltán képviselő úrnál van a szó. De hogy még őt. Érdekesebb legyen a helyzet, azt terjesztették többek között rólam, hogy azért arra megy az út, mert ott az én földjeim vannak. A hír nem igaz, csak részben a nagyszüleimé volt, akiktől a kommunisták elvették, kisajátították, maguknak kiosztották, és nem átallották azt terjeszteni, hogy egyébként arra megy az út, mert az én földem. Nem örököltem meg, kiosztották maguknak, ennyit egyébként az erkölcsiségről, hogy kinek milyen affinitása van a földhöz. Ma azóta egyébként, aki nem az elkerülő út mellett kapott földet, az a város másik részén, ott ma 50 millió alatt nem adtak el földet, autószalonok épültek erre a területre, azt mondták, 50 alatt nem adjuk el. Ingyenes dolgozói juttatásként kapták meg. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, folytatjuk a munkánkat, képviselőtársaim. Gőgös Zoltán képviselő úr kap 2 percre szót. Köszönöm elnök úr a szót. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen alacsony szintre emeszkedett a képviselőtársam, amikor pontosan tudja, hogy 1990-ben, a 91-ben, akkor valamennyi állami gazdasági dolgozó, egyébként nagyjából 1000-en dolgoztunk ott, a most privatizált cégnél 450-en dolgoznak, kapott 20 aranykorona állami földjuttatást. Még egyszer mondom, 20 aranykorona. Ez azon a földterületen 6-10 hektár. Tehát ez volt az óriási, egyébként a vagyonnyilatkozatomban bárki megnézheti. Na most ezt sajátították ki, 50 forint per hektáronként, a legfrekventáltabb helyén a városnak, azért ezt megkérdezem bárkitől, hogy szívesen odaadta volna-e 50 forint per hektárért, négyzetméter árért ezt a földterületet, ahol egyébként a város maga most 3000 forint per négyzetméterért hirdeti a földterületeket. Tehát én nem akartam ilyen személyeskedő vitába belemenni, én azt mondtam, hogy ezek a módosító javaslatok nem helyettesítik azt a 2 darab fideszesek által és a kistermelők védelmével benyújtott módosító javaslatot. Nagyon kíváncsi leszek ennek a végkifejletére, de biztos, hogy nem a családi gazdálkodók járnak ezzel jól, ahogy Kabán se a családi gazdálkodók jártak jól. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mivel több felszólaló nem jelentkezett a záróvitát, lezárom. Font Sándor képviselő úr, bizottsági elnök úr már jelezte, hogy válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Megadom a szót elnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Többször is szerettem volna hallani, hogy a benyújtott indítványokkal foglalkoznak a képviselők. Ez talán csak az első 2 megszólalótól hangzott el, a többitől nem. Szeretném jelezni, hogy a bizottság nevében a
benyújtott koherencia indítványokat támogatjuk. Ez Gögő Zoltán pontosan tudja, mert részt vett azon a bizottságülésen, amelyet akkor ott megvitattuk. Pontosan azért támogatjuk, amelyel egyértelművé tesszük, hogy az előhaszonbérleti jogot ezennel felfüggesztjük majd, és nem lesznek jogosultak azok, akiről Lángyán József államtitkár úr beszélt, hogy milyen bérlési jogosultságot szereztek állami termőföldön, és ha most ebben a feltételben hirdetné meg megint az állam a bérleti lehetőséget, újra ők kerülnének vissza a bérleti jogosultságba. Azonban nem szeretnénk, hogy az elővásárlási jogosultság megváltozzon, ezért elválasztottuk az előhaszonbérleti jogot az elővásárlási jogtól, és pontosan ezen indítvány sorral, amit támogatunk, fogjuk biztosítani, hogy az elővásárlási jogot változatlanul azok élvezzék, akiknek részére tavaly módosítottuk a földtörvényt, és itt az államot tettük az első helyre, majd pedig következtek a helyben lakók, a családi gazdálkodók, a szomszédok, akik közismerten a családi gazdálkodók kötelékébe tartoznak. Ez az indítványsor gyakorlatilag ezt rögzíti, remélem, hogy hosszú időkre. Éppen ezért kérem a parlamentet, hogy támogassa ezen koherencia indítványokat. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, elnök úr, köszöntöm képviselőtársaimat, tisztelt országgyűlés. Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e Font Sándor képviselő módosító javaslatait az ajánlás 1-től 4-ig terjedő pontjai szerint, melyeket az előterjesztő és az Alkotmányügyi Bizottság is támogat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 302 igen szavazattal, 36 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. Határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/ 3649-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 306 igen szavazattal, 37 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 274 igen szavazattal, 70 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a sürgős indítványt. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a jegyzők összeszámolták a budapesti Kossuth tér rekonstrukcióról szóló határozati javaslat szavazása során leadott név szerinti szavazatokat. A jegyzők megállapították, hogy a szavazás során Lenhárt Balázs képviselő érvénytelenül szavazott. Ezt is figyelembe véve tájékoztatom önöket, hogy az országgyűlés az ajánlás negyedik pontját 39 igen szavazattal, 307 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. Tisztelt országgyűlés, arra figyelemmel, hogy az országgyűlés egyetlen benyújtott módosító javaslatot sem fogadott el, most sor kerülhet a zárószavazásra. A határozathozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját kívánja valaki ismertetni? Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukcióról szóló H/ 3651-es számú országgyűlési határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 253 igen szavazattal, 92 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett határozati javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a sporthuliganizmus jelenség elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés T/ 3480-as számon,
Az egységes javaslatot pedig T per 3480 per 18-as számon kapták kész az a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem kéz felemeléssel jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom az áróvitát a T per 3480 per 20-as szám ajánlás 1-től 7-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, megadom a szót Varga László képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt kormányképviselők, tisztelt képviselőtársaim. Én nagyon vártam ezt a zárószavazás előtti módosítót, azért vártam nagyon, mert hogy ugyan lefolytattuk az általános és a részletes vitát is, de érdemi interakcióval nem tudtunk kerülni a kormány oldal képviselőivel. Kontrált államtitkár úr itt volt ugyan a vitán, néha jó ízűeket elbeszélgettünk a meccsélményeinkről, és hát a tapasztaltakról, de tulajdonképpen a jogszabályról, magáról, a saláta törvényről nem igazán sikerült. Jó magam, több módosító indítványt jegyeztem, én akkor is elmondtam, hogy ezek nem a destruktív szándék motiválta ezeket az indítványokat, hanem kifejezetten a gyakorlati életszagú építő szándék. Na azt hiszem, hogy jól tudom, hogy, és mondhatom, hogy önök között nagyon sok labdarúgást szerető ember van, hát több klub kapcsán egyébként komoly támogatásokat is szerveznek ezekben a hetekben, hónapokban. Nem tudom, tudják-e, hogyha innentől idegenbe utaznak mondjuk szeretett csapatukkal, akkor a normaszöveget szó szerint értelmezzük, akkor kötelező a klub által szervezett utazásokba részt venni. Ezt kiigazító módon volt egy módosító indítványom, amelynek azt mondták, hogy hát ezt nem fogadják el, akkor valószínűleg mégiscsak az eredeti tartalommal értenek egyet. Nem tudom, tudják-e, hogy a korábbi tervekkel ellentétben már nem csak a beléptetéskor kell a jegy birtokosának, tulajdonosának igazolnia majd a személyazonosságát, hanem a vásárláskor is. Tehát önök akkor most gondolom majd, például a miniszterelnök úr is, hogyha megy majd egy Videoton BL meccse, akkor személyesen fog beállni a sorba megvenni a személyi igazolványával a jegyét. Szóval ez nagyon életszerűtlen én szerintem. Tettem erre is egyébként egy módosító indítványt, de ezt elutasították. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon hiányoznak ebből az áruszavazás előtti módosítóból, amely gyakorlatilag összesen veszőhibák korrigálásából és egyéb Schmidt-Páli hagyományoknak megfelelő nyelvhelyességi korrekciókból áll, és azt hiszem, hogy érdemben nem változtat azon a helyzeten, ami kialakult. No, pláne, hogy azokat az adatokat, amelyeket tárolnak minden egyes sportrendezvényre belépőről, és itt hangsúlyoznám, hogy nem azzal volt vitánk egy pillanatig sem, hogy sportrendészeti adatbázis ne legyen. Tehát a kitiltás hatálya alatt állókat igenis nyilván kell tartani, és ki kell tiltani a stadionokból, hiszen erről szól ez a történet. De teljesen indokolatlannak tartjuk azt, hogy 3 napig tároljuk mindenkinek az adatait, aki belép egy-egy sportrendezvényre. És még egyszer mondom, úgy tud ma belépni, ez szerint a jogszabály szerint, nyilván, hogyha már felállnak majd az új beléptető rendszerek, amelyek remélem azért hatékonyabbak lesznek, mint Dajs Tamás miniszterelnöksége idején, vagy minisztersége idején beszerzett, igen, azt azért talán olyan magasságokban nem emelkedett, de tehát Dajs Tamás miniszterelnöksége idején beszerzett beléptető rendszerek, amelyek nyilván korszerűtlenek és elavultak voltak akkor is már. Én azt hiszem, hogy nagyon komoly problémákat fog okozni mind a beléptetésnél, mind biztonsági szempontból, mind a meccsek biztonsága kapcsán ez a javaslat. A szándékkal, hogy abszolút rend legyen a pályákon, ezzel egyetértettünk, azonban ez a javaslat, ez nem ezt szolgálja álláspontunk szerint, hanem nagyon komoly problémákat fog okozni a beléptetésnél, és nehezíti majd a meccse járást, ezáltal meg szerintem még kevesebben fognak járni a mérkőzésre, mert ezt meg azért mindenki be tudja látni, hogy ezt végletekig el fogják unni az emberek. Ugyanakkor nem válaszoltak arra sem, hogy az adatvédelmi ombudsmannal sikerült-e egyeztetni ebben a kérdésben. Nyilván a zárószavazás előtti módosító erre sem ad választ. Úgyhogy összességében véve azt tudom mondani, hogy túl azon, hogy a BTK módosításuk egyébként semmi olyat nem tartalmaz, amit mondjuk egy garázdaság tényállással meg nem lehetne oldani ma Magyarországon, az egészet ilyen módon egy hatásvadász javaslatnak se lehet csak tartani. És még egyszer kérem önöket, nagyon sok labdarúgás szerető és sport szerető ember van önök között, gondolják végig, nehezíteni fogják a sportrendezvényekre járást olyankor, amikor eleve az lenne a célja mindenkinek szerintem ebben a házban, hogy minél többen járjanak, hiszen ez nagyon fontos mindenkinek. Itt a nyár,
még nem lesznek meg ezek a beléptető rendszerek, van néhány hónapjuk, hogy újra gondolják ezt a javaslatot, ebben a formában ez támogatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Felszólása következik Szilágyi György képviselő úr, Jobbik. Önné a szó. Kérem képviselő urat, az adott vitaszakasz megjelenni szíveskedjen. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát most pontot szeretnék hozzászólni, ahol a résztvevők és a jelenlévőket helyesen írják le, és ezzel ez a módosítás azért fontos, mert valóban ez a törvény a résztvevőkről és a jelenlévőkről szól, és nem a rendbontókról. És itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy a miniszterelnök úr is megtiszteli a jelenlétével, és részt vesz a mai ülésen, hogy hát ha ő, mint sportszerető ember, esetleg jobb belátásra tudja bírni pártársait, hiszen meggyőződésem, hogy a sok teendője mellett ezt a törvényt valószínűleg ő nem olvashatta el, és teljesen más tájékoztatást kaphatott erről a törvényről, hiszen hogyha erről a törvényről Orbán Viktor korrekt tájékoztatást kapott volna, akkor valószínűleg ő sem támogatná ezt a törvényt. Hiszen amint már elmondtuk többször ezzel a törvénnyel kapcsolatosan, ez nem a rendbontások megelőzésére szolgál, nem a rendbontók megbüntetésére szolgál, hiszen ha erre szolgálna, akkor nem kellett volna ilyen törvényt hozni, vannak erre megfelelő paragrafusok, úgy mint a testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, vagy a hivatalos személy támogatói elleni erőszak, a garázdaság és a rongálás. Tehát, hogyha ezeket óhajtanák önök megfékezni, a rendbontásokat óhajtanák megfékezni, akkor mi is mondtuk, támogattuk volna ezt a törvényjavaslatot. Nyugati példákat hoztak fel, az angliai példákat hoznánk fel, ahol a rendbontókat azonosítják be, és nem a normális szurkolókat, akkor természetesen ezeket tudtuk volna támogatni. Itt ugye olyan problémák lesznek, és azért remélem, hogy esetleg miniszterelnök úr még az utolsó pillanatban meg tudja akadályozni, hogy egy zárószavazásra menjen az egész, mert hogyha valaki nem a VIP-lelátóról nézi ezeket a mérkőzéseket, nem a szolgálati kocsival mehet be mondjuk a bejáratig, akkor innentől kezdve többszörösen meg fogja gondolni normális szurkolóként, kimenjen egy mérkőzésre. Tehát először is kimenjen ezt személyesen megvenni a mérkőzés belépőjét. Ott mindenféle adatot szolgáltasson ki saját magáról, úgyhogy nem követett el semmit. Majd a beléptetésnél, ugye hivatkoztak nagyon sokszor önök arra a bizonyos rendőrségi monopól helyzetre, most önök mégis átadták ezt a monopól helyzetet mindenféle zokszó nélkül a biztonsági cégeknek. Tehát a beléptetésnél egy biztonsági őr igazoltassa a normális szurkolót, tehát még mindig normális szurkolóról beszélünk. Beül a normális szurkoló a mérkőzésre, hogy fényképfelvételt készítsenek róla, és összeállítassanak egy olyan listát, hogy kivel jár ki mérkőzésre, miért jár ki mérkőzésre. Bármit elkövet kint egy ember, például mondjak egy példát, hogyha olyan rigmusok hallatszanak, és gondolom ezt miniszterelnök úr sem akarja, olyan rigmusok hallatszanának, mint ami hallatszott mondjuk egy Ferencváros Videóton mérkőzésen, ahol Orbán Viktort is emlegették a szurkolók, akkor azt mondja a hangos bemondó, hogy hagyják abba, de ez bekövetkezett miniszterelnök, hogy hagyják abba ezt a tevékenységet, nem hagyják abba, akkor abban a pillanatban kitiltják az egész szurkolótábort, mert csoportosan elkövetett szabálysértést követtek el. Ezt nem akarhatják önök sem, mert az lenne a cél, hogy tényleg kijárjanak a családok, ahhoz viszont nem ilyen törvényeket kell hozni, ahhoz családi szektorokat kell csinálni, ahhoz normális kiszolgálást kell csinálni, ahhoz női mosdókat kell csinálni, ahhoz meg kell teremteni a lehetőséget, hogy egy mérkőzésre, aki kimegy, az ne csak egy sporteseményt kapjon, hanem tényleg egy 3-4 órás programot, mert nem olcsók a belépőjegyek. Ehhez mindenképpen családi rendezvénynek csak így lehet. Ez nem erről szól ez a törvény, ez a törvény sajnos arról szól, hogy a rendőrségnek minél nagyobb bevételei legyenek, hogy a szurkolók minél nehezebben menjenek ki mérkőzésekre, hogy bizonyos csoportok majd különböző tanfolyamok révén még nagyobb pénzre tehessenek szert. Sajnos csak erről szól ez a törvény, ezért kérjük önöket, hogy gondolják át még egyszer a rendbontások ellen, maximálisan segítené a Jobbik is azt, hogy megfelelő törvényt alkossunk. Ez sajnos nem erről szól, ezért kérem elsődlegesen miniszterelnök urat, akiről az a hír járja, hogy sportszerető, és tényleg szívén viseli a sport jövőjét és a sport dolgait, járjon közbe saját képviselő társainál, hogy ezt a törvényt ne szavazzuk meg, ez a sport kárára szolgál, a nézőszám csökkenést fog eredményezni, még ennyien se fognak kijárni sporteseményekre, mind amennyien jelen pillanatban kijárnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik Schiffer András képviselő úr.
LMP képviselőcsoport önnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Csatlakozva Varga és Szilágyi képviselőtársamnak a hozzászólásaihoz, szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy a házszabály 107. szakasza alapján zárószavazás előtti módosítót elsődlegesen pontosan azért kellene beterjeszteni, hogyha egy törvényjavaslat adott esetben fölvet alkotmányos aggályokat. Szeretném jelezni azt, hogy három sarkalatos ponton is ez a törvényjavaslat komoly problémákat vet fel, nem csak a hatályos alkotmány, de a januárban hatályba lépő alaptörvény vonatkozásában is. Kezdem ott, hogy az a büntetőtörvénykönyvi módosítás, amit tartalmaz ez a módosító csomag, olyan magatartásokat penalizál, olyan magatartásokat rendel büntetni, amik egész egyszerűen nem állják ki az alkotmányos büntetőjog mércét egy alkotmánybírósági vizsgálaton. Önök azt mondják, hogyha valaki egy szurkolótábor tagjaként jegyet vált egy bizonyos szektorba, és utána mégis egy másik szektorba ül le, akkor az bűncselekményt követel. Ez a magatartás, ez a normaszegés semmiképpen sincsen arányban azzal a mércével, amit egyébként az Alkotmánybíróság a 90-es években kifejlesztett. A büntetőjog egy ultima ratio, egy végső eszköz. Csak akkor lehet alkalmazni, hogyha egyébként más jogágak eszközrendszere, illetve a büntetőjog más szigorúbb normái nem érik el a kívánt hatást. Csatlakozva ellenzéki képviselőtársaim hozzászólásaihoz, szeretném megjegyezni azt, hogy az igazán durva és közvetlen veszélyt jelentő normaszegések a stadionokba ma is megfelelően szankcionálhatóak a büntetőjogi eszközrendszerrel, államtitkár úr, hiszen a garázdaság számtalan esetben alkalmas volt arra, hogy egyébként még oly kicsi rendetlenkedéseket, rendbontásokat is megakadályozzanak, szankcionáljanak, és az elmúlt éveknek a BTK módosításai ezen még tovább szigorítottak. Ezen kívül pedig a szabálysértési jog eszközrendszere alkalmas arra, hogy a rendőrség megelőzze adott esetben a nem kívánatos szurkolói magatartásokat. Másik, az alaptörvény világosan rendelkezik a rendőrség közjogi helyzetéről. Nem elfogadható az, hogy a magyar állam, a Magyar Köztársaság rendőrsége elhárítja magától annak a felelősségét, hogy akkor, amikor sok ember jön össze különböző tömegrendezvényeken, akkor ellássa azt, amire egyébként az alaptörvény kötelezi. Nem lehet az egyébként az állam erőszak monopóliumának részét képező közrendvédelmi tevékenységeket kiadni, kiszervezni különböző magánvállalkozásoknak. Államtitkár úr, az van, hogy akkor, amikor föllépünk az állam erőszak monopóliumának védelme mellett, például akkor, amikor különböző paramilitáris egységek vindikálják maguknak a jogot, hogy rendet tegyenek, ez másik irányban is igaz. Akkor lehet kellő hitellel megvédeni az állam erőszak monopóliumát, hogyha az állam nem akarja más esetekben meg eldobni magától ennek a felelősségét. Nem elfogadható alkotmányosan az, hogy a rendőrség úgy tesz, mint hogyha bizonyos területeken, ahol sok ember nagy közbiztonsági kockázat jelentkezik, őnek is semmiféle feladata nincsen. Az államnak épp úgy kutya kötelessége eljárni a stadionokban, vagy koncerteken, vagy tömegtüntetéseken, hogyha rendbontás van, mint hogyha valakinek a házában randalírozás folyik, veszélyeztetik a nyugalmát, testi épségét, értelemszerűen a rendőrséget hívja segítségül. Harmadrészt, én is aláhúznám azokat az adatvédelmi aggályokat, amiket képviselőtársaim elmondtak, különösen az információszabadságról szóló törvényjavaslatban szereplő hiányosságok miatt. Nem megnyugtató az, hogy rendelkezik ez a törvényjavaslat a különböző kitiltott személyek személyes adatainak a külföldre továbbításáról úgy, hogy közben nem lesz törvényi garancia arra, hogy a harmadik országok legalább olyan szintű adatvédelmi rendelkezésekkel rendelkeznek, mint Magyarország. Nem elfogadható az, hogy Magyarország a saját polgárainak a személyes adatait adott esetben olyan államokba is továbbítja, ahol egyébként nem szavatolt kellő mértékben a személyes adatok védelme. Összegezve, ez a törvényjavaslat arra szolgálhat, azt idézheti elő, hogy Magyarországon egész egyszerűen a szurkolói kultúra nem tud fejlődni ilyen mérvű büntetőjogi beavatkozás mellett. Pontosan az lenne az érdek, hogy Magyarországon kialakuljanak olyan szurkolói normák, amik egyébként nyugat-európai államokban éppen, hogy a stadionok nagyobb fokú biztonságát idézték elő. Ha azt gondoljuk, hogy pusztán büntetőjogi normákkal megfelelő társadalmi kultúra kialakítható, nagyon tévedünk.
pontosan akkor várható bizonyos magatartási normáknak a megszilárdulása, hogyha hiszünk abban, hogy a büntető jogalatti szint, vagy egyáltalán a jogalatti szinten is bizonyos magatartás formákat közösségek ki tudnak kényszeríteni egy adott közösség, például egy szurkolói csoport tagjaiból. Ez a büntetőjogi beavatkozás arra fog vezetni, hogy egész egyszerűen még inkább el fognak tűnni a nézők a magyar stadionokból, miközben a rendőrség, ez a törvényjavaslat példát mutathat arra, hogy a rendőrség más területeken is el fogja dobni magától a felelősséget. Nem különböző biztonsági vállalkozásoknak a feladata egy jogállamban az, hogy a közrendet fenntartsák, hogyha a rendőrségnek tudomása van arról, hogy valahol több ezer ember megjelenik, és közbiztonsági kockázat merül fel, akkor ellenszolgáltatás nélkül köteles eljárni. Korrigálom magamat, nem ellenszolgáltatás nélkül köteles eljárni, hiszen pontosan azért fizetjük be az adóforintunkat, hogy minden olyan esetben, amikor közbiztonsági kockázat merül fel, a rendőrség tegye a dolgát, őrizze, tartsa fenn a rendet. Éppen ezért ezek a zárószavazás előtti módosítók pontosan nem azt a célt szolgálják, amire egyébként a házszabály 107. szakasza fölhívja a jogalkotót, így ez a törvényjavaslat minden izében alkalmatlan arra, hogy elfogadjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm. 2 perces felszállásra megadom a szót Szilágyi György képviselőnek, Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár érzem a folyamatos pressziót, ugye, amikor önöknek itt kell lenni a házban, mert még szavazások vannak, még akkor a saját képviselőiknél sem tetszik a felszólalók, de muszáj elmondanom még egy nagyon lényeges dolgot. Ez pedig az, hogy azért vagyunk mi itt a házban, hogy olyan törvényeket hozzunk, amely törvények előmozdítják Magyarország fejlődését, amely törvények hasznára válhatnak a magyar társadalomnak. Tehát eleve, amikor tudjuk a törvény elfogadásánál, hogy életszerűtlen dolgok vannak benne ebbe a törvénybe, amik nem kivitelezhetőek, akkor szerintem egyszerűen bűn megalkotni ilyen törvényeket. Megint csak 2 dolgot szeretnék itt említeni. Az egyik az igazoltatás kérdése, a másik pedig az utaztatás kérdése. És képzeljék el, hogyha a Videótonnak jól fog menni mondjuk esetleg a kupákba, és kimegy 12 ezer ember, vagy mondjuk Debrecenbe megnyílik ez az egyébként olcsón felépített stadion, és nagyon sokan óhajtanak majd bemenni az első mérkőzésre. 10 ezer embert mondjuk mennyi idő alatt fognak egyesével leigazoltatni a kapuban? Tehát 3, 4, 5, 6, 8 órát vehet igénybe az, hogy belépjenek az egyszerű normális szurkolók egy sporteseményre. Ez egyszerűen életszerűtlen. A másik életszerűtlenség az utaztatás, hiszen hogyha mondjuk egy fővárosi csapat játszik, megint vegyük példának Debrecenbe, akkor a vendégszurkolók nem csak a fővárosból érkeznek, hanem Debrecenből is, és a környékbeli településekből, ahol ez egy ünnepnapnak számít, hogyha a csapatuk például ott játszik lent vidéken. Ezeknek a szurkolóknak elvileg ezzel a törvénnyel előírnák azt, hogy utazzanak fel először Pestre, majd innen Pestről együtt utazzanak az egyesület szervezésébe ismét le Debrecenbe, majd jöjjenek vissza megint Budapestre, és utazzanak haza Debrecenbe. Hát életszerűtlen törvényeket egyszerűen nem szabadna elfogadni, tehát azért kérem önöket még egyszer, hogy gondolják meg, és az zárószavazásnál arra bíztatom önöket, hogy nyugodtan nyomjanak nemet erre a törvényre. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt országgyűlés! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Kontrát Károly államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A jelen zárószavazás előtti módosítójavaslat nyelvhelyességi korrekciókat tartalmaz, ezt a kormány támogatja. Ami pedig az érdemet illeti, tisztelt képviselőtársaim, azért kellett ezt a törvényjavaslatot beterjeszteni, mert a jelenlegi szabályok nem tették lehetővé a sportpályák, stadionok rendjének a fönntartását. Ezért kellett ezt a javaslatot előterjeszteni, amely 5 törvény módosítását tartalmazza. A törvényjavaslatot egyébként az MLS-szel egyeztettük, az MLS támogatja a törvényjavaslatot. Az MLS egyeztetett a klubokkal, sőt, szurkolói csoportokkal is egyeztetett a törvényjavaslat előkészítése során. Ami pedig a több észrevételt illeti, a törvényjavaslat előterjesztése előtt az egyéb törvényekben előírt egyeztetéseket lefolytattuk, amelyeket különböző törvények ilyen esetben előírnak. Tisztelt képviselőtársaim, bízunk abban, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása során
illetőleg hatályba lépését követően a magyar sportpályákon, stadionokban rend lesz, megteremtjük a sportbiztonságot, mely fontos része a közbiztonságnak, és akinek fontos, valójában fontos az, hogy Magyarországon biztonság legyen a stadionokban, családok, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek, és nyugodtan kimehessenek a stadionokba mérkőzésekre, vagy egyéb sporteseményekre, az igen szavazatával támogassa a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják az előterjesztő módosító javaslatét az ajánlás 1-től 7-ig terjedő pontjai szerint. Kérem, szavazzanak!